Vészesen fogy az idő a két szakaszra bontott magyar-szlovén közös rendezésű U21-es Európa-bajnokság márciusi csoportkörének rajtjáig. A társházigazdák elleni 3-0-ás vezetés után 3-3-as döntetlennel zárult szombathelyi felkészülési mérkőzés legalább akkora tanulságokkal szolgált, mint az azt megelőző egyhetes edzőtábor, ahová stábunk is ellátogatott, hogy fölmérje, hol tart a felkészülésben Gera Zoltán még mindig nyeretlen csapata. Nyilván elég régen találkoztunk, egy fél év azért kimaradt nekünk is. Nagyon fontos volt, hogy azokat a taktikai elemeket, amiket szeretnénk játszani, azokat akartuk gyakorolni. Nagyon-nagyon fegyelmezetten kell játszanunk, és az átmeneteket gyorsabban kell megoldanunk, védekezésből támadásba, úgyhogy ezt gyakoroltuk az elmúlt napokban. Próbáltunk magasabban labdát szerezni, abból gyors átmeneteket, úgyhogy ebbe szeretnénk minél jobban fejlődni. Az elmúlt időszakban úgy azt kell, hogy mondjam, hogy szervezett volt a csapat, védekeztünk, de helyzeteket nem nagyon tudtunk kialakítani, és mindenképpen ezen akartunk változtatni. Nyilván az, hogy milyen stílusban játszunk, az is meghatározza, hogy az NB1-es csapatokban játszó játékosok milyen felfogásban játszanak, hogyha mi tudunk magasabban játszani, pressingelni, azért, mert a játékosok erre alkalmasak fizikálisan, akkor megtesszük, ha nem, akkor nyilván egy olyan játékrendszert kell kialakítani, kitalálni, ami a kerethez adott. Ami a támadási építéseket illeti, egyértelműen sikerült előrelépnie a magyar csapatnak, hiszen amíg az összetartás megelőzően 6 nemzetközi felkészülési mérkőzésen mindössze 2 gólt szereztek Gera Zoltán tanítványai, addig a szlovénok ellen mindjárt 3-at. Más kérdés, hogy a legutóbbi kerethirdetés óta 15 helyen változott az együttes összetétele. Igaz, ebben közrejátszott a koronavírus járvány, a sok sérülés és a felnőtt válogatottból érkező meghívó, valamint az is, hogy a Kisvárda Puskás Akadémia NB1-es bajnokit éppen az edzőtábor időpontjában pótolták. De vajon tud-e majd bizonyítani ilyen rövid idő alatt a sok újonc? Nyilván akik felkerültek hozzánk, azok elsősorban fiatalabbak, és szeretnének bizonyítani nálunk. Megpróbálják rólunk levenni a meszt, illetve próbálnak bekerülni a kezdőcsapatba. Nyilván egy 21-es váltottnál azért extra motiváció fiatalként játszani, hogy bebizonyítsa, hogy itt a helye. Úgy gondolom, hogy a fiataloknak javarészt sikerült beilleszkedni. Nyilván azért még kell egy kis idő ahhoz, hogy még jobb legyen az összeszokottság, de úgy gondolom, hogy fejlődünk, és minden alkalom, amikor összejövünk, akkor fejlődik ez az összeszokottság. Az új fiúk mellett nagy visszatérője is volt a korosztályos válogatottnak, méghozzá az a Kleisz Márk, akinek keresztszalag szakadása miatt korábban 4-szer kellett kés alá feküdnie. Egy hosszú sérülés van ugye mögöttem, majdnem, hogy 2,5 évet kellett összesen kihagynom. Úgy érzem, hogy mióta visszaálltam a rendes edzésbe, ez nagyjából 1 éve történt, azóta a formajavulás az folyamatos, még mindig nyilván van hova fejlődni, hogy visszatérjenek azok az ösztönös dolgok, amik mondjuk azelőtt megvoltak. Erőllétben pedig úgy érzem, hogy egyre több lehetőséget kapok a klubcsapatomban, ami nyilván hozzásegít ahhoz, hogy egy mérkőzésen egyre többet bírjak. Most még azt mondom, hogy egy 90 perc az lehet, hogy sok lenne nekem, de itt a válogatottban is azért dolgozunk, hogy egyre jobb állapotban lehessek. Nyilván egy hatalmas motiváció az, hogy én most itt lehetek, ennyi kihagyás után, mert itt tényleg azt mondom, hogy az utánpótlásban lévő egyrészt legmagasabb korosztály és a legelitebb játékosok vannak itt Magyarországon. Nyilván vannak sajnos, akik most nem lehetnek jelen, de többnyire olyan egyveleget alkotunk, hogy mindenki próbálja kihozni magából a legjobbat, és ez motiváló számomra is a mindennapokban. Mivel az EB csoportkört június helyett már márciusban lebonyolítják, talán minden eddiginél fontosabb, hogy a fiatalok gyűjtsék a játékperceket a felnőttek között. Szerintem ezt a hétköznapokban tudjuk megteremteni, hogy ideális formába kerüljünk. Nagyon fontos, hogy mindenki profin gondolkozva, az egyéni fejlődését előtérbe helyezve, és ezáltal a csapatnak a fejlődését is segítve, megalapozza azt a jó játékot, illetve fejlesztett játékot, amit meg szeretnénk játszani az Európa-bajnokságon.
jobban örültünk volna, a júniusban rendezik meg, és egy hosszabb felkészüléssel megyünk bele az Európa-bajnokságba. Így, hogy márciusra előre hozták, így egy bajnokiból kell majd beleesni az Európa-bajnokságba, de hát ez van, mindenkinek így kell felkészülni, úgyhogy ez nem lehet számunkra kifogás, de nyilván jobban örültünk volna, ha tudtunk volna több hetet készülni az EB-re. Október-novemberre egy-egy nemzetközi mérkőzést tudtunk eddig leszervezni, mellette pedig NB1-es csapatok ellen szeretnénk játszani, hogy azért minél többet gyakoroljunk, és hát nagyon jó lenne január-februárban megint összetartást rendezni, és hát mondom, a március azért nagyon közel van, úgyhogy kevés idő van, de hát meg kell oldani. We'll be right back.